Bartók Béla bulváron lévő galériák, kávézók, éttermek és különböző üzlettulajdonosok 2002-ben ültünk össze, és kezdtünk el beszélgetni arról, hogy mi mennyire is szeretünk a Bartók Béla bulváron élni, dolgozni, itt lenni. És arra az elhatározásra jutottunk, hogy igenis van létjogosultságunk a budapesti tematikus utcák között, amiből jelenleg 8 van Budapesten, mi vagyunk az egyetlen budai tematikus utca, és mi vagyunk az egyetlen Budapesten, akinek a tematikája kulturális, hiszen a Bartók Béla bulvár múltja és jelene ezt adta. Ugye csak arra is kellene gondolni, hogy a Hadik kávézóban a 20. században milyen írók is fordultak meg, kiknek volt ez a törzshelye. Azt gondolom, hogy nem muszáj ahhoz egy tematikus hétvégét rendezni, hogy egy tartalmas délutánt, délelőttöt el lehessen tölteni itt a Bartók Béla bulváron. Folyamatosan kiállítások, programok, workshopok vannak a több mint 35 helyszínünkön, akik már mind egyesületi tagok, és utána egy minőségi ebédre, vacsorára, kávéra számtalan hely áll rendelkezésre, ahova be lehet ülni, és jól lehet érezni magát a legkisebbektől egészen a legidősebb korosztályig.